Két embercsempészt is fogtak a rendőrök hajnalban Magyarországon. Murrahalmon egy bolgár mikrobusz ellenőriztek, amit egy 29 éves román férfi vezetett. A kocsiban 25 férfit találtak, akiknek semmilyen papírjuk nem volt. Az emötös autópályán Inács közelében egy magyar rendszámú autó ellenőrzésekor találtak migránsokat a csomagtartóban. A kocsit egy 44 éves svéd férfi vezette, aki tíz embernek segített az országhatár illegális átlépésében.